Sziasztok! Itt vagyok újra, és most a Fraps nevű programot szeretném nektek bemutatni, ami játékokhoz való elsősorban, és hát én azt hiszem, hogy ez úgy a legklasszikusabb felvő, szóval szerintem essünk is neki, ugye. Indítom szépen. És ugye bár itt van. Hát ebből is persze több verzió van, hát én ezt használom. Mondjuk kinek melyik. És hát a lényegesebb beállítások itt, ez nem olyan bonyolult a felülete, szóval kezdőknek ez nagyon ajánlott, ezzel elkezdeni videózni, én azt mondom. Hát ugye persze ez videóz, mi van, illetve képet is lehet a játékokba csinálni, de például már közvetíteni ez nem alkalmas ez a program, volt ez elsősorban a videózásra érvényes. Úgyhogy akkor szerintem mondjuk ugye Start Fraps minimalizált, hát kis méretben induljon a Fraps mindig legyen elölnézetbe, úgymond. Fraps indítása a Windows-al együtt, aki akar. Hát itt is ilyen monitor aero beállítások, meg ehhez hasonló, de szerintem nincs különösebb jelentőségük. FPS, illetve benchmarkokat tudunk itten csinálni. Hát én ezeket így felpakoltam keményen, hát ne lepődjetek meg, én így, mert egy időben szétdarabolta a Fraps nagyon a videóimat, és mikor én kibaszott nagy szám sorozatokat írtam utána, így már nem darabolta fel, valábbis nekem, mert mondjuk kinek hogy. Szóval hát ez sem annyira lényeges, illetve ez így a Frapsnek, hogy hol jelezze, hogy felvesz FPS szám, hát nem tudom. Ez itt a benchmark része inkább, de én azt nem nagyon használom különösebben. Mikor hogy milyen billentyű kombók lének, akkor alkalmazva hozzá. Akkor, na jön a movies, ez az a videó. Hát akkor itt kiválasztjátok itt a change-nél, hogy hova mentse, hát nekem szokáshoz hívően ide menti. A G-re, az a külön meghajtó van neki. Melyik persze, ki tudjuk választani szintén itten, hogyha rámlenünk disabled, akkor új billentyű kombót kéne beleírnom. Tényleg nem plusszal indítom el a felvételt a Fraps-nél. Mert itt a videó capture settings, be tudjuk a FPS-ünket beállítani, mennyivel vegye. Hát én mindig 30-al veszem általában. Ezzel nem szoktam bajlódni, mert 60 FPS az én kiszámíthatatlan, hogy az néha én akadós, vagy hát mondjuk az is ki kell kalkulálni a játékhoz, de hát a 30 az az alaposzt, akkor tuti jó lesz. 50, hát azzal már még sosem vettem, de hát szerintem a 30-nál ajánlott, ugye full szize, half szize, a full szize a teljes képernyő, a half szize az a kisméretű, mondom az az ablakos felvétel, de hát a teljes felvétel szoktam. Buffer, loop, second, hát én ezt felnyomtam 300-ra, most fasza, perfect, mint állatja, akkor hangbeállítások. Ha vegy a Windows 7-nek a hangját, természetesen én sztereóba veszem. Multichannel az olyan több funkciós füleseknél ajánlott. Akkor record, vegye az inputot, vagyis a mikrofont, az természetesen jó, hogy vegye. Akkor ez hirtelen nem tudom mi. Ami igen, ez a lenyomásra történő beszéd, hát ez szerintem ki akarja, úgyis benyomja, de én nem használom ki különösebben. Ja.
Mindig bejön, mert most ugye hát OBS-sel veszem fel ezt igazából, mert külön lehetne a Fraps-e is, de én arra nem jöttem rá, meg nekem nem akarja venni, szóval elnézést ezért. Na, akkor itt tartottuk, hogy Hid Mouse Cursor in Video, hát vegye a kurzort a videóban, hát a játék, én ezzel csak játékot veszek fel, szóval nem ne vegye a kurzort, mert akkor még belelóg. A játék most zavaró lenne. Akkor Frame Time with Recording, igazából ez nem tudom mi. Mintem a képkocka másodperceket akarja így. De én azt sem pipáltam, beértve ez a RGB Capture, ez realisztikusabban venné fel a játékot, de marha nagy gigát zabál, szóval ha nincs sok helyetek, akkor nagyon nem érdemes kihasználni. Szóval, hát én most nem törekszem úgy a nagy minőségre, mert mondom, ez a Fraps nagyon sokat zabál így is, szóval nem éri meg egyszerűen, illetve a screenshot. Ugye itt is ki tudjuk választani annál, hogy milyen úgymond lenyomás kombóra tudjunk fotózni egy adott játékba, például a formátumot is ki tudjuk választani, nekem JPG, illetve itt még vannak ilyen beállítási opciók hozzá, de szerintem ez nem annyira lényeges. Na hát akkor Fraps így ennyi lenne, ugye? Ilyesmi dolgunk, hogyha játékot szeretnénk venni, vagy lerakjuk. Ja, de előtte megnézzük, hogy mivel indul el, ugye nekem Num Plus, akkor én majd a Num Plus fogom megnyomni, és akkor belépek most egy játékba. Nem tudom. Mondjuk én belépek a lépjünk be most ebbe egy Flatout 2. Most lehet lassan fog tölteni, hogy két videó felvőt alkalmazok. Kis gyors opciózás. Jó, most ez nem lényeg. És benyomtam a Flatoutot. És ugye aztán jelez nekünk sárgán felül. FPS jelzéssel, hogy már akkor készen áll a Fraps. Ilyenkor én benyomom a Num Plus-t. És akkor már pirossal ott villog, hogy veszi, ugye. Na hát akkor ez így veszi. És hát akkor már úgymond tudnék gameplayezni és venni, ahogy azt szeretném. Úgyhogy ennyi lenne ez a Fraps, remélem tudtam nektek segíteni benne. Köszönöm, hogy megnéztétek, és császtok!